Mai videóban bemutatok nektek néhány plüst, pontosabban 5-öt. Nagyszemű plüssök lesznek, és méghozzá sorrendben mondom el nektek, méghozzá olyan sorrendben, ahogy kaptam őket. Kezdjük is! Elsőnek őt kaptam meg, nagyjából 6 évesen. A Claire-t vettük, és ő egy rózsaszín kutyus, nagyon puha a füle. Az egyik füle lila, a másik pedig narancssárga. A csillámlik lilán a szeme belül, és nagyon édes. Hasa fehér, és itt is. A tappancsai alul pedig narancssárgák. Már eléggé megnyúzott, és lyuk is van rajta, bár 6 évesen kaptam. Úgyhogy elég régi. És ő volt az első nagyszemű plüssöm. Folytassuk is. Ő volt a második nagyszemű plüssöm. Nagyon bolyhos a füle, és lila. És ilyen sárga-fehér rózsaszín foltos. A szőre rajta is van lyuk. Itt. És neki is lilán csillamlik a szeme. És alul a tappancsai viszont rózsaszínek, és itt pedig fehér. Farka is bolyhos, és méghozzá lila pont úgy, mint a füle. Harmadik. A harmadik egy bagoly, és őt a Spárban kaptam egy Mikulás csomagban, azt hiszem, amikor 7 éves voltam. Egy óriási Mikulás zacskóban volt, amiben volt ez a plüss, és még rengeteg csokoládé. Hát ilyen galaxis színek, de úgy nagyjából kék, lila, fekete a tollazata, és nagyon puha, tehát ilyen bolyhos. Narancssárga a csőre, és narancssárgán csillamlik a szeme. Itt a lábai is narancssárgák, és a hasa pedig fehér, ami nagyon puha. Itt hátul, itt van egy kis farka, ami türkiszkék, és nagyon szép. Folytassuk. És őt, ő a negyedik. Őt pedig azt hiszem a 8. születésnapomra kaptam, és egy ismerőseinktől, neki kéken csillamlik a szeme, és ezt hiszem egy Bernáthegyét akar ábrázolni. Van benne kétféle barna árnyalat és fehér. Itt a füle belseje az ilyen puha és kék, és alul, hogyha így megfordítjuk, farkának a vége is kék. Tehát ennyi lett volna a mai videóra. Sziasztok!